Köszöntöm a szóbeszéd nézőit. Szlovák-magyar viszony, egyházügyek, politika és bűnözés. Nehéz témák, melyekről nehéz lenne nem tudomást venni. Szomolai Tibor pedig nem is hagyja nekünk. Három regénye után, amelyek az említett témákkal foglalkoznak, ismét darás fészekben nyúl és a cigány témát feszegeti. Szomolai Tibort köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagy örömmel jöttem, természetesen. A könyvhöz hozzátartozik a beszélgetés is. Abszolút. Ön, amikor egy új regény témán gondolkozik, feltétele az, hogy ilyen megosztó, esetleg tabuizált téma legyen? Nem mondanám de valójában nincsenek más témáim. Ezek az enyémek, ezeken gondolkodom, főleg azokon, amelyeket ilyen megoldhatatlan problémáknak tart a közvélemény. Én ugyanis abban nem hiszek. Szerintem megoldható a szlovák-magyar viszony is, az egyházi ügyek is, a bűnözés problématikája, amelyekkel az eddigi könyveimben foglalkoztam, és végképp megoldható lenne a cigány kérdés. És nem hiszek abban, hogy ezt el kellene felejteni, meg, meg úgy bedobni a gyeplőt a lovak közé, vagy a szőnyeg alá pörni. Mindez megoldható, és ehhez akarok, a megoldáshoz akarok hozzájárulni egy kicsit az én írásaimmal. Miért éppen a cigány téma van most porondon? Mondjuk úgy, hogy a témák egymást hozzák. Amikor az egyház ügyeivel foglalkoztam, akkor akkor úgy rádöbbentem arra, saját magamnak is rádöbbentem arra, hogy milyen nagy segítség lehet az úrban való hit. És rajtam is segített, de úgy gondolom, hogy vannak mások, sokkal inkább segítségre szorulók, és a cigányok mindenképpen azok. Tehát akkor kezdtem el először gondolkodni azon, hogy milyen kár, hogy ezt mondjuk profánul nem használják ki ezt a lehetőséget. Alig néhányat látok a templomba közülük és akkor kezdtem úgy körüljárni ezt a, a, témát, vagy belemerülni a cigányok témájába. Először ugye a vallás, az egyház és a romák viszonylatába, utána pedig már magával ragadott a téma, hiszen roppant érdekes nációról van szó. Ez volt az első ilyen momentum, a kiinduló pont, de ez nálam valójában a velük való lét az napi élet, hiszen a vállalkozásom, ugye erdei gombákkal foglalkozom, ott ők a világbajnokok, ők szedik össze, ők gyűjtik be az erdőből a gombáim 99%-át. A cégben magában, a cégben Rimaszombatban, a csomagoló részlegen is többnyire ők dolgoznak. Tehát ismerem őket, és ez már jó ideje megy, hiszen a vállalkozásom 95-től működik, az már 25 éve lassan úgyhogy ez alatt rengeteget megismertem közülük, sokan megfordultak nálam, és úgy gondolom, hogy megismertem az ő szokásaikat, ők pedig hozzám szoktak. Megismerte a szokásaikat. Mennyire beengedők a cigányok? Mennyire engedik be a gácsokat a kultúrájukba? Nehéz erre a kérdésre így válaszolni még pedig azért, mert nem egy, nem beszélhetünk egységes és cigánságról. A cigánság sok fajta. ha csak nagyon egyszerű fölosztást akarok mondani, akkor é, itt vannak az olá cigányok, ugye, akik többé kevésbé a legeredetibb cigányok ők tartják, ők azok, akik leginkább összezárnak. Oda elég nehéz bejutni. Mégpedig azért is, mert nehogy úgy gondoljuk, hogy most az olácigányok mondjuk így fölnéznek ránk, hogy Istenem, megjelent egy gádzsó, szó, sincs róla. Ők sokkal inkább lenéznek bennünket. Tehát, hogyha ha náluk az olácigány az igazi ember, az, az, az nem is kétséges. Ez megmutatkozik mondjuk akkor is, amikor férjet keresnek a lányaiknak, mondjuk, hát mondják, hogy hát keres egy rendes olá cigány fiút. Az hát az a rendes. Az a, az a rendes, az a dolgoknak a rendje módja. Ha eh, azt nem találsz, akkor esetleg egy is szóba jöhet, de a karpáti cigányok, azok végképp nem. Tényleg. Azokat nagyjából úgy lenézik, mint valamikor a fehér gazdáik a néger rabszolgáikat. Tehát ez, ez szinte hihetetlen, hogy, Igen. hogy mennyire, és ugye ezt se tudtuk róluk, mert hát itt vannak, itt vannak közöttünk. Ha a kárpáti cigányokat veszem, ugye, és ott megint csak egy nagyon durva elosztás, hogy egyik, akik tudnak cigányul, a másik, akik nem tudnak. Hát akik nem tudnak, ugye ennek történelmi okai vannak. A, a, régmúltban még Mária Terézia uralkodása alatt gyökerezik, ahol hát megunták a cigányok lófrálását, megpróbálták őket letelepíteni, megtiltották nekik a cigány nyelv használatát, és a többi, és a többi. Tehát megpróbálták őket, új magyaroknak úgy nevezték őket, vagy új parasztoknak. Ugye? És ez hát nem sikerült mindenkinél, vagy a többségnél talán nem sikerült, de azért az évek folytán, évtizedek, évszázadok folyamán egyszer csak elveszítették a nyelvüket, tehát nálam is többé, kevésbé olyan cigányok dolgoznak, akik nem beszélnek cigány nyelven, kivéve a, a lovári olá cigány asszonyokat ők viszont, hát ugye ők a ők a nobilitás. <laughs> Ahogy ön is említette, sokat kapunk a cigányokból, régóta velünk vannak, de mégis keveset tudunk róla. Egyetért ön ezzel? De még mennyire? Teljesen, teljesen, más a gondolkodásmóduk, az agyajárásuk, és mi sem nagyon tudjuk őket megszokni, mondjuk így. Pedig muszáj, hadd mondjak néhány, néhány példát, hogy hogyan is kéne bánni velük. Ö, amit én kitapasztaltam eddig, mindenképpen ö, kőkemény szabályokat kell alkalmazni. Nem lehet ilyen megengedő, vagy hát jó, majd nem. Amit meg kell csinálni, azt ettől eddig így és meg kell csinálni. Mondjak egy konkrét példát. Nálunk az első osztályú gomba az, aminek 9 cm alatt van a kalap átmérője. Hát ugye ő nekik a 18 centi és 9 centi, ha rájuk hagyjuk, hát akkor nem volt más megoldás, csináltunk egy 9 cm-es körsablont, ami átmegy, az még lehet első osztály. ami nem megy át, az nem lehet. Hát még ezt is megpróbálják megmagyarázni, de ezután meg lett a nyugalom, mert azelőtt az a kőkemény alkudozás, megpróbáltak a élivel átnyomni, meg szóval ez, ez egy fantázia. Mindig, mindig mindenre van valami megoldás, vagy kifogás, vagy mit tudom, és akkor azt mondtam, nem. Gyerekek, ez ilyen egyszerű. Átmegy, egyes. Nem megy át, kettes. És aztán belenyugodnak, ők is rájönnek, hogy, hogy talán jobb így, mert megvan hamarabb a lelki nyugalom. Tehát a következetesség az egyik a következetesség az dolog, ami Következetesség az egy teljesen ráítani. alapvető dolog. Ott van ugye a cégem, ott dolgozik anyuka, apuka, az egész utca. Hát persze, a kisunokák befutnak, megnézik a mamát, Más normális cégbe ezt nem engednék, meg ugye ott a, ott a portás, a sorompó, a, a baleset biztosítás, meg minden. Ja, de én nem csinálok ebből olyan gondot. Kezükben nyomok egy marék áfonyát, hát roppant, hálásak érte, fülig, vigyogó. Mert hogy azért ők nagyon hálásak tudnak lenni, igaz? Persze, persze. Hát valójában ők ugye ugyanúgy vágynak az elismerésre, mint mindenki más, tehát ebben nem különböznek a gázoktól, csak ők nem nagyon nem kapják meg. Hát eleve ugye már hátrányjal indulnak, ha? ez csak egy cigány. Igen, tehát, az... Még ha aranyból lenne, akkor is ezzel indul. Hát én nálam nem ezzel indul, mert nekem mások a szempontjaim. Nekem vannak cigány. Romungró, magyar, szlovák, brigádos asszonyaim, de ezek közül egy sincs olyan, aki lassan pucolná a gombát? Mert azokat már mind kirúgtam, függetlenül a nációjuktól. Engem az nem érdekel. Én vállalkozó vagyok, nálam teljesítményt kell nyújtani, és szó se lehet arról, hogy itten valamiféle nemzetiségi villongások legyenek, kőkeményen föl is lépek ellene egyébként. Az önszemélyiség fejlődéséhez mennyit adott? az, hogy cigányokkal dolgozik. Mint minden, ez is sokat adott. Én nyitott szemmel járok a világban, megpróbálom, megpróbálom úgy a helyén kezelni a dolgokat, és ugyanúgy, miután megtanultam, hogy ne legyek, ne legyek ideges rájuk, mondjuk. Megint mondjak egy példát. Mi csütörtökönként fizetünk az előző héten elvégzett munkáért. Azért csütörtökön, mert fizettünk valamikor egy hónapot normális szerint, tehát tizedikén az elmúlt hónapért, de ezt nem bírták ki. Állandóan járkáltak, adjunk előleget. Hát akkor most, na jó, akkor bevezettük a heti bérezést, az már, az már jobb de valahogy mintha ez a pénz, ez égetné a zsebüket. Tehát ez, ez egy katasztrófa. Amint, amint, valami pénzhez jutnak, az, az, mintha, mintha ha valami átok szállna rájuk, azt azonnal el kell verni, vagy a, a, olyanok, akik még meg is isszák, akkor hát akkor okvetlenül azon a napon egy kicsit duhajkodni kell. Hát péntekre nem nagyon tervezünk olyan komolyabb. Tehát úgy vagy jönnek, vagy nem, de megint csak, ha most kirúgom őket, mert hát megígérted, azt nem győz pénteken, akkor még senki se lesz, mert hát most nem mondom, hogy mind olyanok, de hát én kedvelem is őket, mert, mert azon kívül meg megtesz mindent, meg hát benne van a partiba, nincs, nincs probléma, de ez a pénz, ez, ez, egy, ezzel egyáltalán nem tudnak bánni. És ez többször megjelenik a regényben is, azt mennyire nem sőt, tudnak. Sőt, sőt, hát hogy Hát amikor, hát én, én tanulja voltam annak, amikor ugye hozott valaki gombát, megvettük tőle, és azonnal ment a kisüzletbe, ami ott volt a Richnavai cigánpéró mellett, és mi is beugrottunk éppen valami limonádéért és láttam, hogy hogy vásárol. Mennyi pénzed van? 63 euró 48 cent és ennyit kapott a gombáért, ugye. Hát akkor a boltos beütötte a 63 euró 48 centet a kis zsebszámológépbe. Na, akkor mit szeretné? Kérek két üveg pálinkát, egy rút szalámit, 30 kiló lisztet, két kiló krumplit, és akkor folyamatosan számolta le, és kérdi a Roma a végén, hogy és mennyi van még? Hát négy cent. Mit lehet négy centért kapni? Hát euh, nem is tudom, talán csak cigarettapapírt. Hát akkor adjon azt. Hát de minek neked az, nem is cigarezel? Jó lesz valamire az valamire. Hát ez a kis pénz ne marad, nem maradjon. te nem tudod volna aludni, ha az a négy cent megmarad. Olyan nincs, hogy egy roma vissza tudna adni. Hoz mondjuk 6,72 euró cent gombát. Akkor nekünk kell lenni aprónknak is, nem az, hogy adunk neki egy tízest, és igen, adjál vissza két, kettő, mit tudjam én, 28-at, mert olyasmi nem létezik. ez egyszerűen nonsense. Tehát mi nekünk a 678-at oda kell adni neki, mégpedig utolsó centig, mert ha 676-ot adunk, akkor már elterjed az egész cigantelepen, ezek csalnak, Igen, nem adják becsapták. oda az egész, becsapnak, szóval akkor mi vagyunk a legrosszabbak. Komolyan mondom, számra hordom szezonban a, a, a apró pénzt, tehát kilókra, mert egyszerűen ezt muszáj, hogy legyen. Leállna a vállalkozásunk, és minden ilyen apróság, amit, amit így, így mondok, ez hozzá tartozik ahhoz, hogy ők hogyan élnek, és mindezt figyelembe is kell venni. És ezek a történetek beleíródtak a könyvbe, is. akkor térjünk rá most magára a könyvre. Beszéljünk talán először a külleméről. Ugye a szalakötés az abszolút jellemző Szomolai Tibor könyveire. De hogy miért nem az egész könyvgerincen megy ez most végig, mert az előző három könyvnél az a jellemző. Könyvborító tervező úgy gondolkodik, kiválaszt egy jellemző fotót, és aztán arra ráírja a címet, meg a, a többi szöveget, ami ott megadja a flickflatszot, viszlát. Na igen, de milyen fotót válaszol valaki a cigányokkal kapcsolatban, hiszen cigány annyi féle, mint fűszál a réten. É, vegyen ki egy jellemző fotót a rimaszombati fekete város kitört ablakairól, ahol lógnak ki a kájhacsövek és mesztelen lurkók játszanak a, koszt között. Igen. Tehát az is egy jellemző lenne a cigány. Na de ugyanúgy jellemző a száztagú cigánzenekar, vagy a kikent kifent ilyen hatalmas aranyfülbevalókkal ékeskedő olá asszonyok és, és meg, szóval ez mind jellemző. Mondom, mi lehet az, ami úgy mindegyikük egy egyformán érvényes Közösszel lenne. Lezző. Kerestem Magyarországon, találtam is egy, egy Romani Design nevű divat céget, egy egy stúdiót, divattervező stúdiót. Fölhívtam őket, elmondtam, hogy mi küldtem fotót, mert el sem tudtam magyarázni nekik, mi az, hogy könyvnek befonva a gerince, meg ilyesmi. Aztán el is mentem. És akkor visszaírta a hölgy, hogy két testvérről, nővérekről van szó. Visszaírt, hogy ő, tetszik neki, de az arany az is jó, de volumenébe kevés. Mert az arany is ilyen vékony volt akkor És Igazat adtam neki, hát akkor tettem rá ezt a, a Na, szélesebbet. Aztán, de mondom, a vékonynál is akkor ne legyen kettő, hanem négy. Mégis tarkább Ilyen. lesz, bolondosabb lesz, olyan cigányos, amikor rátettem a négyet, és amikor így már kialakulva elvittem Budapestre, letettem nekik, azt mondták, hogy mind a kettő jó. Nem tudtak dönteni egyszerűen. És akkor így lett és az, akkor az én két azt mondtam, hogy kétféle képen Mivel én vagyok az alkotó, ez a kiadó is, ez a hatalmamban van, igen, lesz mind a két fajta, majd megmutatja az magát. Úgyhogy van arany is, van cifra is, bárki választhat tetszése szerint. Maga a könyv címe, a Cigányúton, ez is elég árulkodó. Az is árulkodó, Én azt mondjuk mindjárt az elejétől tudtam. Mert az, hogy a cigány téma eleve, ugye, cigány útra fut a társadalomnál, Igen. tehát ez a második jelentése. De a cigány úton, a cigányok útja. Őszintén szólva, először én nagyobb könyvben gondolkoztam. Azt mondtam, mikor elkezdtem foglalkozni a cigányokkal, hogy nem tudunk róluk semmit, van nagyon keveset. Többi kevésbé azt mindenki tudja, hogy Indiából jöttek. Na de mikor? Miért indultak el? Milyen útvonal? Minek? Mi csináltak közbe? Hogy jutottak ide? Mikor? Azóta? Mint... Tehát ezt mind... És mondom, én megírom ezt egy ilyen nagy, nagy cigánykönyvben. És hozzáteszek egy mai történetet. Na most a cigány úton a mai történet, közelmúlt, vagy mondjuk úgy, a mai történet, ez az, ami megjelent. De már írom valójában ennek az előzményét. Annak is megvan a fele. 2000 év évnyi cselekményt nem lehet egy regénybe megírni, inkább úgy gondoltam, hogy majd ilyen kis történetekből összerakom. Írok egy eredetmondát, az van úgyis nekik, az már meg is van írva, az tetszett nekem. Mm -hmm. Ők madarak voltak, nem csodaszarvasok. E, aztán Indiába, ami, ami történt, merre kell menni, megjósolja a kártya, jósolja a csokáig. És aztán elindultak, és jöttek, és eljutottak Európába, és hogy viselkedtek 1300-1400-as években. Egyiptomi zarándokoknak adták ki magukat, bejárták egész Nyugat-Európát. Aztán visszajutottak Magyarországra valójában, mert Nyugat-Európában nem találták meg a helyüket. Mégpedig azért, mert először ugye a nagy vallásos révületbe, ó, hát ellátták Alamizsnával a zarándokokat, de hát amikor már egy zarándok jön reggel délbe este is, és holnap és holnap után is megint, akkor lassan elegük lesz belőle. Hát így, így aztán. És ott nem találták meg a maguk helyét. Mondjuk úgy, hogy kézművesek voltak, jellemzően kovácsok. Igen de sokkal alacsonyabb szinten művelték a kovács mint a nyugati céhek, akkor már ugye, Szervezett és rendezett kovácsmesterei még nem is hagytak azok konkurenciát maguknak ilyen amatőr betolakodott páncserektől. Úgyhogy ezt szépen e, e, el is intézték, hogy ők ne dolgozhassanak. Na de Magyarországon meg éppen török világ volt, és a hadakat kísérték, és a, a térdükön szó szerint kalapálták ki élezték éleszték a kardokat, arra nagyszerűen megfeleltek. Itt jóval alacsonyabb színvonal, tehát ilyen, ilyen szinten volt az. Egész egész. Úgyhogy itt megtalálták, és megbecsült, megbecsült tagjai voltak az akkori társadalomnak. Nagy mesemondók és ugye annak a kapcsán, hogy a messziről jött ember azt mond, amit akar, fantáziájuk már akkor is nagyszerű volt, úgyhogy volt ott sárkánytó minden. Na és aztán itt meg végképp rábukkantak a zenére, ugye, és már megírtam a cinkapanna, az első cigány történetét, aztán Dankó Pista, a király, de aztán jött megint csak a, 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 a majd a holokauszt, a szocializmus, amikor mindegyiknek dolgozni kellett, megint más. Igen, és ebből is mind-mind vannak a regények. cseppek mind, is. mind ilyen, Igen. ilyen kis, hát mondjuk úgy, hogy lesz körülbelül húsz ilyen novella, és a tíz meg van írva, de hát a további tíz az még sokáig fog tartani. És aztán ak akkor is tudtam, hogy ott fogom kezdeni a könyvet, ezt a mondjuk úgy a közelmúltat, a szocializmus végéné, amikor mindenki dolgozott, de aztán a következő négy-öt évben mindenki lapátra került, Munkanélkül lett, és valójában itt kezdem a itt kezdem a... Igen, és ezt használják ki. A könyvet Bogdán Lászlónak ajánlotta. Miért pont neki? Illetve az ő emlékének, ugye ő egy tragikus módon elhúnyt politikus. Így van, de É, még Bogdán előtt had világítsam meg, mert ugye miért lett a, a, a Cigányúton a címe? Mert akkor, amikor a cigányok ebben a nehéz helyzetbe kerültek, akkor először örültek, ugye a. a ingyen kapott pénznek, de aztán rájöttek, hogy ez semmire se elég, ez muszáj ki. És amikor nagy baj van a cigányokkal, mindig útra kelnek. És különböző utakat választanak, kimentek a magasabb segélyért, Nyugat-Európába vagy Kanadába. Néhányan megpróbáltak dolgozni, ilyen egyszerűbb szezonmunkákat, szőlőt szüreteltek, almát szedtek még később jött nagy a koldulás, hát az mégiscsak könnyebb, ugye utcai zenélés, vagy a élőszobrok megmerevettek. Igen. És, ügyetlen, és ezek is mind megjelentek. És ezek mind különböző utak. Aztán ezek, akik kimentek, aztán vannak olyanok, akik itthon maradtak, és itthon próbálnak megboldogulni megint különböző módokon és valójában megmutatkozik a könyve is, meg a valóságban is, a való életben is megmutatkozik, hogy között semmi nem működik igazán hosszúan. Kivéve Bogdán László, aki hey, nagyjából a könyve felénél buk fel A semmiből, bár nálam más a neve, de az ő alakjáról... De abszolút felismerhető. Abszolút felismerhető, már csak azért is, mert sok olyan, olyan kifejezést, ami, ami vele kapcsolatban lett ismert, mondjuk a, a köcsögmentesítés, hát az teljesen jellemző. Ő az a pozitív, pozitív alak, akit én is kiemeltem, és az életben is kiemeltem, tehát ö, 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 találkoztam vele személyesen is elmentem még életében, és voltam a temetésén is egyébként, tehát egyszerűen nem bírtam ki. Amikor megtudtam a halálhírét, én két-három héttel azelőtt már a könyv vége felé jártam, és megadtam az utolsó fejezet címét, a merénylet- és aztán írtam, és még nem tudtam mindig eldönteni, hogy mi legyen a vég, azt tudtam, hogy nem valami nagy happy endet nem csinálhatok. Cigány témában egyszerűen lehetetlen, mert nem arra mutat a dolog, hogy most eddig rosszak voltunk, na most aztán valami lepottyant, és jaj, de jók leszünk. Ültem ismerőseimmel, és akkor magyaráztam, meséltem nekik, hogy még ez a problémám, ilyen régi tanítóimmal, és ott volt a fiam is. És mondja a régi tanító bácsi, hogy az a cigány polgármester, aki a zöldséget termeltetett a cigányok, az meghalt. Mi az, hogy meghalt? Mikor hat? Meg tudja, mert tudjam, nem rég volt a hírekben. Bálint, hát nézd már meg a interneten, bekatintotta. Meghalt. Fölakasztotta magát. És ez nekem teljesen Itt így futkározott rajtam a hideg, mondom, ez nem igaz, én három héttel ezelőtt adtam a merénylet címet, és különben meg voltam győződve arról, hogy egy olyan fákja, mint Bogdán László nem akasztja föl magát. Tehát a, a valóságban se tudom elképzelni, hogy most magától, mai napig sokkal nagyobb tétet tennék arra, hogy besegítettek neki, bár nincs erre utaló nyom, de nekem a logikám ezt mondja. Aztán ugye a könyvet is ilyen tragikusan be, nem fölakasztja magát, hanem inkább egy merény, valóban merénylet áldozatául esik nálam, de ott se derül ki a tettes, és tettes lehetne akármelyik cigány szervezet, nagyhatalmú roma, akár gácsok is, hiszen ő egy jó példa volt, aki bemutatta azt, hogy lehet. Igen. Közösségépítő és értékteremtő munkája volt. Így ez van. És nem csak az, hogy és valójában ezzel mindegyikük alól kihúzta a talajt a nagy cigány politikusok, akik hát csak is akkor, ha rengeteg pénzt belefektetünk ebbe, és azt meg mi tudjuk, csak egyedül, és én személyem meg végképp döntő. Hát meg azt mondta, nem köllöttetek hozzá. Hát mi cserdibe megcsináltuk a csodát. A beszélgetésünk elején azt mondta, hogy magának is vannak ötletei. Bogdán László politikájához hasonlóképpen tudja elképzelni ezt a cigány De kérdést. De még mennyire. De még mennyire. Pontosan azt kéne csinálni. Mit mondtam az elején? Egyszerűen a kapanyelet. Egyszerűen meg lehet emelni. Paprikát, paradicsomot, uborkát, egyszerűen lehet, és bárhol, ahol van egy darab föld, már be lehet ültetni, azt le lehet szedni, sőt, még azt mondom, hogy akár még föl is lehet dolgozni. Miből áll az lecsót csinálni? Összeállnak az asszonyok, azt fölmet élik, ha nem muszáj idegép. Ott vagytok elegen, tehát ez, és büszkék lehettek arra, és büszkék is lesztek arra, hogy mit csinál ezt, mi csináltuk meg. Tehát ez egy e, egyszerűen ilyen, és a Bogdan László féle kis filmekből is ki, e, kiviláglik. Mondjátok el, mindenkinek ezt egy cigányok csinálták, amikor viszik a küldöttek a piacra. É, meg ugye ők már viccet is csináltak belőle, építettek egy ilyen csomagolót, és a megnyitást úgy végezték el, hogy rátettek egy lakatot, és feszítővassal le lefeszítették, hogy, na ez egy cigányos, na most már bejutottunk, tehát én roppant jól szórakoztam rajta, de igaza volt, mert az élet ilyen is, tehát ez nem nálam se a cégbe, az megy, hogy mostan kőkemény robot és felügyelők járnak, és hétágú korbáccsal verik a lassabban dolgozókat, ugyan már, megy a pletykálás, megy a duma, és ő náluk is ugyanígy, és működött. És, működik és maga más. az élet írta ezt a könyvet. Maga az élet Milyen a íródott a könyv? Hát pontosan ezzel, hogy rámutassunk, hogy van itt megoldás, hogy lehetséges, meg, meg azért is, hogy, hogy kicsit úgy úgy hm, megismertessem az emberekkel a, 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 a romákat, Szerintem igen sok mindent át lehetne venni tőlük. Tehát mondjak néhányat. Tudjuk, hogy sokkal kevesebb náluk a, a vállás, mint nálunk, nálunk. Nálunk már talán minden hatodik háza, tízből hat házasság tönkre megy vállással végzők náluk, meg egy. Sokkal inkább meg vannak határozva a, a posztok. Például a családban is. Ugye, hát látjuk, megy a... a a, a, kalapos cigány elől, és a asszony három lépéssel utána, és ez, ez így van, és körülötte a gyerekek, és ez, ez, kifejezi azt is, de ez nem annyit jelent, hogy, hogy a, a férfi, a, a, a főnök, a, 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 nem tudom milyen korlátlan úr, és azt csinál, amit akar. Hát ezt, ezt már az asszonyok régen, még a őskorszakba ki é, harcolták maguknak, hogy végül úgyis ők a főnökök, tehát itt mi itten csináltunk, amit akarunk. Ó, nem, tudom, miről beszél. Hát igen, igen, igen. Tehát akkor lényegében azzal a célral íródott, hogy a kultúrákat egymáshoz közelebb hozza. Még azért, hogy tanuljunk egymástól. Úgy veszik az asszont. olá cigányok, fizetnek az asszonyért, ugye? és akkor elmondták nekem, hogy ezt ne úgy képzeld el, hogy, hogy most kilóra megvettem, és ezután azt csinálok vele, amit akarok, egy fenét, az kifejezi az értékét. Hogyha veszel egy drága autót, azt se ütöd, vágod, hanem, és akkor minél többet adsz érte, Annál jobb, mert annál értékesebb, és akkor még ráadásul büszke vagy magadra, mert ki tudtad fizetni. De hát ennek sok minden összetevője van. Vagy a romani rész, a, a roma igazságszolgáltatás, nem futnak mindjárt bíróságra. Van valami vitás ügyük egymás között, de szigorúan csak a közösségen belül. A értett is kijelöl három köztiszteletben álló embert. A vádlott is, ott a hetediknek a vajda, elmondják és döntenek a vitás kérdésből. És nem annak alapján döntenek az elmondásuk szerint, hogy, hogy kinek volt igaza. Mindig mindenkinek igaza van, a vádlottnak is igaza van, meg a, 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 sértetnek is igaza van, mindig mindenkinek annak alapján döntenek, hogy ez a döntésüknek az lesz -e a következménye, mikor lesz a legnagyobb béke a közösségen belül ugyanis ez a döntés nem csak egy döntés, hanem ez precedens értékű a következő évekre is. És ez az igazi. Tehát most kérdem én, é ezt figyelik a mi bíróságaink is, hogy nyugalom legyen a társadalomban. Vajon nagy nyugalom lett gyöngyös patán a százmilliós szegregáció miatti kielégítések miatt? Hát köpöznek egymásra a és a cigányok, nem, hogy nyugalom lett, hanem hatalmas háború készülődik. Úgyhogy most ezzel elértük? Nem jobb lett volna valami értelmes megoldás? De nem. Mi vagyunk, ugye ma ma megvan a, 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 a járási bíróság, a kerületi, a legfelsőbb, a kúria, az alkotmánybíróság, megyünk, föllebezünk, ügyvédek, ugye már minek. Milyen? Igen, az egyszerűség Elég. már rájlik ott egyszerűség, megint ott vagyunk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kérem szépen. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Tegyenek így legközelebb is.